Sziasztok, sziasztok! Most egy olyan játékkal fogok játszani, amit eredetileg véletlenszerűen választottam ki, mindenféle nosztalgia nélkül. És beletellett némi kutatásba az, hogy rájöjjek arra, hogy van némi kapcsolat azért köztem és az 1985-ös Mad Nurse között, és ezt a programozónak köszönhetem, akit Simon Picknek hívnak, és érdekes módon van egy pár Arcade-ból C64 átirat, aminek ez az ember a szerzője. Például a Shinobi, vagy a Narc, vagy a Gradius. Ezek mind érdekes játékok, de ami a szívemhez a legközelebb áll, az a Star Control átirat, és nem is gondoltam volna, hogy a Mad Nurse-en keresztül fogok rájönni arra, hogy ki csinálta meg azt a C64-es portot abból a játékból, ami az egyik kedvencem igazából. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy érdekes tanulságot már is levonhatunk ebből a videóból, miszerint, hogy a legjelentéktelenebb játékoknak is érdemes utána olvasni. Persze nem csak ez az egyetlen érdekes dolog ebben a játékban, ami azt illeti, maga az alapötlet is olyan dolog, ami megosztott reakciókat váltott ki annak idején a sajtóból. De ami magát a játékmenetet illeti, hát azt mindjárt megmutatom. Na hát, a Mad Nurse kezdőképernyőjénél járunk, ami egy majdnem tökéletesen kivitelezett valami, kellőképpen mozgalmas, és egy egyszerű elvárása van tőlem az, hogy nyomjam meg a tűzgombot, és hát igazából ezt fogom tenni. És kapok még egy kezdőképernyőt, ez talán egy kicsit már overkill, viszont az egyetlen hibáját az előzőnek kijavítja azzal, hogy ad hozzá egy egyszerű kis altató dalt, ugye, ami a játék témájának igazából meg is felel. Abszolút jó az egész. És megint csak egy tűzgombot kell megnyomnom. Ami után eljutok erre a nehézség választóra. Ez is jól ki van dolgozva. Nekem csak ennyi kell. Ugye, egy játék felvezetésében csak ennyi kell. De érdekes, hogy ugye a játékfejlesztője mindig beleveszi azt az apró kis animációt, ami szükséges a játékhoz. Úgy tűnik, hogy van némi érzéke ahhoz, hogyha egy ugye, játékot játszunk, akkor minden része csak egy picit legyen mozgalmas, és itt is lehet látni egy kis scrollozást, ami nekem nagyon tetszik. Van némi humor is ugye beleágyazva a karakterünk nevébe, akivel játszani fogunk, ugye egy nővérrel vagyunk, akinek egy szülészeten kell dolgoznia, gondolom ilyen éjszakás műszakban, vagy valami, nem tudom, ezt csak így hozzáköltöm. Miss Brenda Banvas, nagyon szimpatikus név. Hogyha valaki ismeri az angolt, akkor velem együtt nevet. Szóval, megnyomjuk a tűzgombot, mert igazából arra vár a játék. Van egy kis átvezető animáció megint, egy kicsit Pac-Man-es stílusban, ami nekem nagyon tetszik. És ugye itt vagyunk a szülészeten egy elég bizarr szituációval, mert igazából ugye elszabadultak a csecsemők, és ezeket most szépen fel kell szedegetni, és betucakolni az ágyikóba. Ugye a kis kalickába bele kell tenni őket. És ezt úgy tudjuk csinálni, hogy ugye oda megyünk, fölfelét nyomunk, és amikor kalickánál vagyunk, akkor lefelét. Szóval, csak eléggé nehéz az a kontrollerrel, amivel én játszok, de megoldható. Már az, hogy igazából akciógombra nincsen szükség az alapfeladat ellátásához, az egy érdekes dolog. De figyelni kell arra, hogy a picik ne nyúlkáljanak bele mindenféle gyógyszeres tégelybe, ami a földön néha megjelenik,
és a konnektorokba ne nyúlkáljanak bele. És ugye a védekezésünk az igazából, ami az elsődleges akciógombhoz, a tűzgombhoz van kötve, és ez egy elég érdekes dolog, mert akkor használhatunk egy kis gázt. Eleresztünk egy kis gázt a csecsemők között. És attól megállnak. Szóval... És az a jó, hogy ezek egyébként random pályák, és nem lehet tudni, hogy melyik emeletre hány csecsemő kerül. És úgy tudnék, hogy van olyan szituáció, amikor az egyikre nem kerül egyáltalán. És akkor mi történik? Hát... ugye... fel kell menni, és egy teljesen más emeletre ugye át kell lifteznünk. Valami volt? Valami történt? Nem látom át a teljes képernyőt. Hú, ez egy rendes joy kell, szerintem. Az a szerencsém egyébként, hogy az a gyerkőc odafent ugye véletlenszerűen megy jobbra-balra, és úgy tűnik, hogy kerüli a veszélyt. Szóval, oké, megfogom, és végre le tudom vinni. És ez lesz szerintem a pályának a vége, szerencsére. Nem, kiugrott egy másik, ugye. Attól függően, hogy a gyerkőcöket, hogy hányat teszünk egy kalickába, ugye minél többet teszünk egybe, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valamelyik kiugrik. És ugye néha van ez a szituáció, hogy nagyon közel esnek a konnektorokhoz, és... jaj! Na, erre kell használni a gázt, ugye? Ez a mi akciógombunk. Jaj! Ez egy eléggé... hát nem tudom... idegölő dolog, nem azt mondom, hogy nehéz, mert nem egy nehéz játék ez. Igazából csak annyi, hogy figyelni kell mind a három szintre egyszerre. És olyan dolgokat csinálnak ezek, hogy valami borzasztó. Az igazság, hogy ennek van egy pszichológiai része is, és volt egy kis probléma ugye a játék kiadása körül, ugyanis eredetileg a Firebird nem akarta kiadni ezt a játékot, pontosan azért, mert csecsemőket kell pakolászni, és ezek a csecsemők meghalhatnak, szóval egyáltalán a videójáték kategóriában nehéz ezt a bizarr szituációt behelyezni. Szóval megértem a Firebird-öt, az akkori ugye főszerkesztőt, vagy nem tudom kit, ugye fejest, aki azt kitalálta, hogy talán azt nem kéne. De később, ugye pontosan ilyen személyi változás miatt ki lett adva a játék. És igazából mostani szemmel nézve még mindig egy kicsit bizarr az ötlet, viszont ugye történtek azért dolgok videójáték kultúrában, ami miatt ez az egész olyan langyosnak tűnik. Azokhoz képest, ugye a brutalitáshoz képest, amit egyébként lehet videójátékokban látni, de hát az csak brutalitás, és amikor ilyen játékokkal játszunk, akkor jövünk talán egy picit rá, hogy vannak szelidebbnek tűnő témák az egyszerű brutalitásnál, pusztításnál és az vandalizmusnál, amik azért jobban egy kicsit pszichológiailag jobban megindítanak minket, talán. Mondom, nem azzal van probléma, hogy a játék ugye feszegeti a korlátokat, mert igazából ez is csak egy munkajáték, ugye?
Csak a gondolat egyáltalán, hogy ezeket a gyerkőcöket a haláltól kell megmenteni, attól, hogy megrázzák magukat ugye a tápfeszültséggel, és hogy megmérgezzék magukat halálosan mindenféle gyógyszerekkel. Ugye ez a szituáció egy elég érdekes dolog. Viszont ötletes, szóval mostanában nem találnak ki azért ilyen játékokat. Vannak egyébként még nagyon bizarr indie játékok, szóval nem, azt nem mondanám, hogy... Nagyon félteni kellene a videójátékok körül a kreativitás, de... Hoppá! Jajjaj. De mondjuk 1985-höz képest ez egy eléggé vad ötlet. Hoppá. Közben nem is tudom igazából behatárolni azt, hogy ez a játék mihez hasonlít, mert nem nagyon hasonlít semmi konkrét dologhoz. Az első tippem talán a Tepper lenne, de nem tudom, de valószínűleg csak azért, ahogy a lift ugye oldalt elhelyezkedik, és ugye a másik oldalról jönnek a gyerkőcök, és az egy kicsit nem tudom. Mint a Tepperben a vendégek, akiket el kell látni, ugye, sörrel, csak ugye más a mechanizmus. Ez egy jó pálya egyébként, ez most tele van ágyakkal, annyira nem kihívásos, mint az előzők közül egy pár. Jajaj, ne! Ne idd meg azt! Ez a szituáció még kezelhető. Talán a hátrányára is van a játéknak az, hogy nincsenek talán rendes, konkrét paraméterei, amik befolyásolnák abban, hogy egy pálya mennyire nehéz, szerintem. Szóval van amikor egy későbbi pálya, mivel hogy véletlenszerű. Jaj, ne! Jaj! Az a gyerek szín égett. Nem lennék egy kimondottan jó egészségügyi dolgozó. Bár mondjuk ez a munka eléggé gáz. Szóval milyen kórház az, ahol ez egyáltalán megtörténhet. Csak ugye elszabadulnak a gyerekek, mint valami azért, mint az állatok az állatkertből. Jaj! Nem, az az enyém. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy miféle... Hogy jelent-e egyáltalán valamilyen veszély... Te? A... gyerekekre... Például az a WC. Eddig még nem láttam jelét, de... Igazából még semmi nem zárja ki. Most ott mászkál az egyik kölyök. Jaj! Egy kicsit nehéz irányítani. Ezt hogy? Ezt hogy csináltam? Kathy Cuddle kell. Közben olvasgatni lehet mondjuk ezeket a ápolónő neveket. Ez annyira nem vicces, mint a Bambas, de... De játékos.
Mit csináltam az előző alkalommal, hogy... hogy kiugrottam a liftből? Nem tudom. De az jó, hogy igazából a játék nem reseteli ugye a pályát, hanem ott lehet folytatni, ahol... igazából... legutóbb abba hagytuk. Azt nem értem, hogy ha van idejük az egyik kórházi alkalmazottat kirúgni, akkor miért nincs idejük bebiztosítani a gyermekellátást olyan szinten, hogy ne szökjenek ki a kalickából. Miféle egészségügy ez? Nem? Ja igen, egyébként a gyerkőcök le tudnak esni a liften is, szóval bele az aknába. Azt is próbálom megakadályozni. Most mi történt? Megmérgezte magát? Lehet. Ez már egy kicsit kezd necces lenni, igen. Ó, ne! Azt se figyeltem. Már nem lehet... igazából lépést tartani azzal, hogy mi a jó meg a rossz itt. Megint ott van egy... kis... gyógyszer, de... eljutottunk a 18. szintig. Igaz, tudom, hogy amikor normált választottam, akkor valószínűleg az azt jelentette, hogy a 9. szinttől kezdek. Jajjáj. Szóval igazából csak 9 pályán jutottam túl, de nem számítottam azért erre, hogy ez ennyire jól fog menni. Jaj, ne! És azt hiszem, hogy ez volt az utolsó? Nem! 4? 4? Jó, oké, ezt már nem tudom követni. Azt hittem, hogy 3 ápolónőnk van, de az igazság, hogy amilyen nehézé vált ugye a játék, valószínűleg ezt a 4-et is gyorsan el fogom veszíteni. Ih, igen. Ráadásul az alsó szinten nincsen, jaj, nincs ágy az alsó szinten. Nem! Oké, oké, a negyedik. Most hány nővérünk van? Fiona Feetface. Viszont a szint struktúrája megváltozott. Nem jelent semmit, mert most már kezd irányíthatatlanná válni ez az egész szituáció. Túlságosan gyorsan mászkálnak a kölykük is. Egy kicsit úgy tűnik, mintha célirányosabban akarnának meghalni. Most már egy kicsit várom, hogy legyen vége a játéknak, mert igazából mindent megmutattam belőle, ez egy nagyon egyszerű játék. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy egyszerűen csak exitálok. Hoppá. Odalent közben lehet látni, hogy... hoppá. Hogy hány baba mászkál össze-vissza még az épületbe. Most már elég legyen. Meg minden egyéb opciót egyébként. Nagyon jól fel van szerelve ez a játék is. Na, végre! Végre! Végre vége van ennek a játéknak. Szóval, hogyha lenne több idő, meg több értelme lenne, ugye, videót készíteni erről a játékról, akkor azt mondanám, hogy a végtelenségig, de azt hiszem, hogy szerintem olyan 18 perc elég is volt a Mad Nurse-ben. Nem értem egyébként, hogy miért hívják a játékot Mad Nurse-nek, mert nem az ápolónő
az őrült, nem őrült meg, az egész szituáció, amiben benne van, ez egy őrület, szóval egy rossz kórházrendszer, ami képtelen a gyerekeket ellátni rendes kalickákkal, amikből nem másznak ki. Ugye hosszú éjszakai műszak, és gyakorlatilag az állandó fenyegetettség, hogy valamelyik gyerek meghal, és ugye az állásvesztésnek a lehetősége, ez egy kegyetlen szituáció. Én együtt érzek ezekkel a nővérekkel, ez az öt nővérrel, akiket egymás után szépen kirúgtak azért, mert egyszerűen kimászkálnak a csecsemők. Szóval az ápolónő, miért az ápolónő őrült? Nem tudom. Szóval ennyi kritikám van a játék címével kapcsolatban. És hát igazából ennyi volt Mad Nurse, egy nagyon szimpla, de élvezetes és bizarr játék. Szerintem mindenféleképpen érdemes vele hosszabb időt eltölteni. Főleg, hogyha meg akarunk őrülni, igazából sokkal inkább van oka a játéknak, hogy minket hívjon őrültnek, főleg 20 perc után, mint szerencsétlen ápolni. Na mindegy. Like, dislike, comment on land. Sziasztok!